Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt bizony! Itt a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez, ide várjuk hallgatói üzeneteket. Jönnek is szépen, majd ezekből tallózzunk későbbiekben, de egy balesetről mindenképp hírt kell adnunk. Mondjad, adjál hírt a balesetről. A Blahalújza téren történt, a Nagykörúton, a Petőfi híd felé, illetve a Rákóczi úton kifelé, emiatt sávlezárásra kell készülni. Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? Most kérem szépen, egy olyan dologról fogunk beszélni, ami a nem mezőgazdaságban vagy mezőgazdaságból élőket rendre idegesíti, hogy miért kapnak a gazdák csak azért támogatást, mert azt csinálják, amit a dolguk Brüsszelből, ezt hívják. Vagy azt nem csinálják. Vagy azt nem, amit a dolguk lenne. Ezt hívják ugye közös agrárpolitikának, és amiért ezt elővettük, ezt a témát, az az, hogy új költségvetési ciklus kezdődik, tehát új közös agrárpolitika lép életbe. Hogy mit kell tudni róla Mezei Dáviddal, a Takarékbank és az MKB Bank agrár és uniós kapcsolatokért felelős vezetőjétől fogjuk tudakolni. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, és én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. No, az első kérdés, hogy ez a bizonyos közös agrárpolitika régen az uniós költségvetésnek a legjelentősebb tétele volt, de azóta lassan, de biztosan erodálódik a nem mezőgazdaságból élők nagy megnyugvására. Ez a folyamat most sem tört meg, vagy nem, most sem fog megtörni? Ez a folyamat ez nem tört meg, és fokozatosan csökkenni fog ebben az időszakban is a mezőgazdaság részesedése a teljes költségvetésből, ami ezt a folyamatot még tovább ronthatja, hogy a közös agrárpolitikáról és egyébként az Európai Uniós költségvetésről szóló tárgyalások során még egy 2%-os euróövezeti inflációból indult ki az Európai Bizottság. Azóta ezt látjuk, hogy az euróövezetben is ezt a 200%-os inflációt, a tényleges infláció jelentős mértékben meghaladhatja. És erre az inflációra 2%-osra tekintettel még úgy állapodtak meg, hogy nominális értékben megmaradnak az agrártámogatások, illetve csak kis mértékben csökkennek, és akkor ezt is sikerként könyvelhette el az agrár társadalom is. Ez a nominális szint azonban én infláció mellett azért már jelentős reál csökkenést jelent, eredményezhet, tehát az a tényleges értéke a támogatásoknak a 2027-ig, azaz ennek a ciklusnak a végéig jelentős mértékben csökkenhet. Uh-huh. A másik markáns változás a közös agrárpolitikával kapcsolatban, hogy nem annyira a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódik a források egyre nagyobb hányada, hanem vidékfejlesztéshez. Tehát nem malacot hízlaljon a gazda, vagy ne csak malacot hízlaljon, hanem nem tudom én, telepítsen erdősávot, kaszálja le a rétet, legelőt, ne bántsa a túzokot, stb. Igen, ugye a bevezetőben is ugye említésre került, hogy azért sokan teljesen egyébként jogosan nem értik, tehát akik városban élnek, mezőgazdasággal nem foglalkoznak, nem értik, hogy miért van szükség ezekre a támogatásokra. Azért, ha az idejévre gondolunk, ahol azért jelentős mértékben elmaradt a gazdáknak a biztos bevétele, ugye a növénytermesztést sújtó asszály miatt, azért csak gondoljunk arra, hogy mondjuk, hogyha valakinek olyan munkaszerződése lenne, hogyha abban a hónapban nem esik ez, akkor mondjuk nem kap munkabért. Tehát csak
ezt szeretném így kicsit érzékelhetővé tenni, hogy miről is szól a támogatás. Azért ez egy alapvetően ez egy biztonsági funkciót ad, egy biztonsági hálót ad. És nem csak a gazdáknak tegyük hozzá, hanem a fogyasztóknak is, mert hogyha nem kap fizetést egy csomó gazda, mert a száj volt, vagy éppen túl sok eső esett, stb., akkor felhagy a termeléssel, akkor pedig kevesebb lesz az agrártermék, ami értelemszerűen a piac törvényei szerint jóval többet kell fizetni, aminek meg nem biztos, hogy örülne az egyszeri fogyasztó. Igen, tehát gyakorlatilag minden fejlett országban, Európai Unióban, Amerikai Egyesült Államokban, Japánban, tehát mindenütt van valamilyen fajta agrárpolitika és valamilyen fajta támogatás ennek az agrárpolitikának a része, és ez nyilván nem véletlenül van így. Tehát ez a belső piacoknak az ellátását biztosítja, és van egy ilyen stratégiai jelentőség, és az élelmiszer ellátásnak a biztosítása az egy stratégiai kérdés, hiszen nem maradhat senki sem étel nélkül. Arról nem is beszél, hogy a világon egyre több, egyre nagyobb a népesség, egyre inkább szükség van mezőgazdasági termékekre. De visszakanyarodva az eredeti kérdésre, igen, valóban azért az Európai Unióban megfigyeltünk már régóta egy olyan törekvés, hogy ezeket a támogatásokat egyre inkább környezetvédelemhez és fenntarthatósági követelmények a teljesítéséhez kössük. És alapvetően ezzel nincs is semmi baj, hiszen látjuk a klímaváltozásnak a negatív következményeit, hatásait, sőt, pont a mezőgazdasági termelők, akik először szembesülnek ezzel, hiszen ők nincsenek védve, ők közvetlenül ki vannak szolgáltatva az időjárás kényének, kedvének, ismét csak ennek az évnek a rendkívül kedvezőtlen időjárását tudnám említeni, amit azért nagy részt a klímaváltozásnak tudunk be. Tehát alapvetően nincs gond a fenntarthatósági követelményekkel, vagy környezetvédelmi követelményekkel. A módszerekkel, a kiválasztott eszközökkel van gondja sokaknak, főleg azon, akik a termeléshez közel állnak, hiszen ezeket a szabályokat nagyon-nagyon nagy részt olyanok alkotják, akik a termelésben soha nem vettek részt. Adott esetben a mezőgazdasági ágazaton kívülről érkeznek ezek a szabályozó igények, de Brüsszelben is nem a mezőgazdasági főigazgatóság, hanem a környezetvédelmi főigazgatóság alkotja meg ezeket a szabályokat, ő diktálja itt a tempót, és hát nagyon sok tagállamban is azért látni kell, hogy a környezetvédelem és a mezőgazdaság az nagyon sok esetben együtt kezelik, együtt van kezelve, ilyen tagállam például Németországon a zöldek adják most a mezőgazdasági minisztert, aki épp a minap nyilatkozott úgy, amikor felvetette több tagállam, hogy hát azért itt jelentős mértékben megváltoztak a körülmények, talán felül kéne vizsgálni azokat a növényvédelmi, illetve növényvédőszerek kibocsátására, illetve használatára vonatkozó csökkentési irányelveket, amiket még az orosz-ukrán háború előtt alkottak meg. Tehát nem ártana talán ezt az új helyzetet igénybe venni, és erre a német agrárminiszter azt találta mondani, hogy hát itt felesleges hatástanulmányokkal itt ne zavarjuk, ne lassítsuk le a jogalkotási folyamatot, az a tények azok ne zavarjanak inkább nagyon minket ebben. Ez egy például egy eklatáns példája annak, hogy milyen ellentét feszül a gyakorlat meg az elméleti jogalkotás között. Még hallhatnánk néhány ilyen példát, amire különösen mérgesek mondjuk a magyar gazdák az új agrárpolitika kapcsán, mert amikor az első elvek megjelentek a sajtóban, akkor például az Agrárkamara is azzal, vagy azt jósolta, hogyha ezek az elvek, amik ugye a fenntarthatóságot, a zöldítést szolgálják az ágazatban, megvalósulnak, akkor vissza fogja vetni a termelést. Ami látva ezeket az élelmiszerárakat, valóban nem biztos, hogy a legjobb lépés most. Csak a magyar gazdák mondják ezt egyébként, tehát Európa szerte van, nagyon erős tiltakozás van a zöld megállapodásnak a ismétlem, nem a céljai miatt, hanem inkább a kiválasztott eszközök miatt. De ugyanezten az álláspontomban, mármint hogy ha ezt így valósítja meg az Európai Unió, akkor itt jelentős mértékű termelés csökkenés lesz a vége. Tehát ugyanezt állapította meg az Egyesült Államoknak a mezőgazdasági minisztériuma, amely készített hatástanulmányt ehhez a zöld megállapodással, ellentétben az Európai Bizottsággal, amely csak jóval a javaslat megjelentét követően, és akkor sem egy teljes
körülhatástanulmányt jelentetett meg, de még ez a hatástanulmány, tehát az Európai Bizottság saját kutatóintézete által készített hatástanulmány is azt az eredményt hozta ki, hogy bizony itt ezek a zöld megállapodásban megállapított célok, tehát a növényvédőszereknek a csökkentése, az állattenyésztésben az antibiotikum használat csökkentés, a műtrágya használatnak a csökkentése, ezek bizony jelentős mértékű termelés visszaesés fognak okozni az Európai Unióban, ami együtt jár sajnos egy hatékonyság, produktivitás, termelékenység csökkentéssel is. Azt is mondtam itt a felvezetőben még a hírek előtt, hogy azt is meghökkentően szokták nyilatkozni, hogy a közös agrárpolitika nem közös és nem agrár. Az, hogy miért nem agrár, azt ugye beszéltük, hogy egyre több a vidékfejlesztési, a fenntarthatósági része ennek az egésznek, de miért nem közös? Úgy szoktam fogalmazni, hogy egyre kevésbé közös. Ez egy hosszú folyamat. Ugye annak idején úgy alakult ki a közös agrárpolitika, hogy megállapodtak akkor még az Európai Gazdasági Közösség alapító ország, ez a 6 ország, hogy hát legyen egy közös agrárpiac, bontsuk le a vámokat, a különböző kereskedelmi korlátozó intézkedéseket egymás között, tehát teremtsük meg a feltételét, hogy a mezőgazdasági termék szabadon áramoljanak. Igen ám, de ez csak akkor lehetséges, hogyha egyenlő versenyfeltételek mellett tudnak a gazdák termelni, tehát mindenki mondjon le arról a jogáról, hogy saját maga mezőgazdasági támogatásokat adjon a saját gazdáinak, ezt központosítsuk, tegyük ezt az egész mezőgazdasági támogatást a közös költségvetés részévé, és innentől kezdve az Európai Unióban közös szabályok mellett, egységes szabályok mellett, egységes mértékű támogatásokat állapítsunk meg. Ez az egész történet nagyon-nagyon szépen ment egészen odáig, amíg alapvetően ilyen piaci intézkedéseket kellett hozni, mondjuk intézményes árakat kellett meghatározni, hiszen egy számot kellett, most nagyon leegyszerűsíti, számot kellett meghatározni, mennyi legyen a búzának az intervenciós, mondjuk így, hogy ilyen biztonsági minimál ára az egész Európai Unió területén. Ez a politika ugye a saját sikerének az áldozata lett, hiszen 80-as években túlságosan is ösztönözte a termelőket a termelésre, túl kínálatot, túl termelést okozott, ez innen volt fenntartható sem környezetileg, sem pénzügyileg. Ezután indult egy újfajta gondolkodás, ezután jöttek be a környezetvédelmi szempontok. Igen ám, de itt nagyon hamar rá kellett jönni az Európai Bizottságnak, hogy amikor viszont nem egy számot kell meghatározni, egy árat kell meghatározni, hanem azt kell meghatározni, hogy hogyan lesz egy adott tagországban a termelés fenntarthatóbb, akkor figyelembe kell venni sajnos a helyi körülményeket. Nem lehet ugyanazok a szabályokat megállapítani mondjuk a sarkvidékre és a mediterránumra. És innentől kezdve elindultak részben ebből a teljesen okszerű és józan megfontolásból is azok a törekvések, azok a szabályok, amelyek fokozatosan nemzeti hatáskörbe adtak egyre több és több szabályozási kérdést, tehát elindult a közös agrárpolitikának a feltöredezése, és a gyakorlatilag már arról beszéltünk, hogy a támogatási rendszer a nagy részt még uniós forráson alapszik, de már 27 külön közös agrárpolitika létezik az Európai Unióban. De ez nem feltétlenül baj, nem? Hiszen mondjuk egy ország tudja, hogy éppen hol van baj, oda tud segítséget küldeni. Például, és ugye nem bürokratikusan megy ez, mert mondok egy példát erre, hogy például volt az, hogy idén ugye a Tiszán túli gazdák nem tudtak tömegtakarmányt termelni, mert nem volt jó az időjárás. Dunántúlról kellett hozni irdatlan szállítási költségekkel, hiszen látjuk, hogy az üzemanyagárak hogy alakulnak, meg a terményárak hogy alakultak, és ehhez adott a Magyarország szállítási támogatást. Ez tök jó. Gyorsan jött, talán segített is, biztos vagyok benne, hogy segített is, de ha ugyanezt a kört le kell futni Brüsszelbe, vagy oda telefonálni, hogy mi szeretnénk egy ilyet, mire ők megrágják, mire minden kérdésükre válaszolunk, mire beleegyeznek, mire kifizetjük, az lehet, hogy már késő sokaknak. Tehát ennek gondolom vannak azért előnyei is ennek a felpuhuló rendszernek, de hátránya is ezek szerint? Valóban vannak előnyei, vannak hátrányai, most teljesen semlegesen, hogy ha nézzük ezt a történetet, akkor ez hosszú távon, nyilván nem a következő ciklusban, hát csak az azt követő ciklusban, de szépen lassan oda vezet, hogy az Európai Uniós agrárpolitika
kiüresedik, megszűnhet, és megszűnhetnek a közös agrárpolitiká alapuló támogatások, de ez ismétlem, ez nem most fog bekövetkezni, tehát inkább ez egy elvi probléma, ezt szerintem ezzel nem is érdemes most itt ebben a pillanatban foglalkozni, hiszen rengeteg más gondunk, problémánk van. Azt minden esetben látni kell, hogy az 2023. január 1-től induló új rendszernek a talán legfontosabb eleme, a legnagyobb változás a területalapú kifizetéseknek a környezetvédelmi komponensét, részét illeti, és ez pont ezt a folyamatot illusztrálja, hiszen mi korábban a zöldítés egységes szabályok alapján az Európai Unió összes tagállamában ugyanazon szabályok alapján kellett végrehajtani egységes, hát nem, ugyanaz, tehát az adott tagállamban egységes összeggel. Most azt látjuk, hogy 2023. január 1-től minden tagállam egy adott menüből, mondjuk úgy egy étlapról választhatott, és ott meghatározhatta, hogy mely főételeket, mely előételeket választja ki, vagy teszi lehetővé a gazdák számára. Természetesen ezt még le kell egyeztetni Brüsszellel, tehát az Európai Bizottság rábólintotta tagállam által kiválasztott elemekre vagy listára, de azt látjuk, hogy például a zöldítés, ez az új formában az agrárökológiai, úgynevezett agrárökológiai programokkal már teljes mértékben nemzeti hatáskörbe kerül. Tehát itt is egy apró, de nagyon fontos lépcső tettünk meg annak érdekében, hogy a központi szabályozás felől a nemzeti szabályozás felé. Oké, az utolsó kérdés. Összességében véve így a big picture-t, ha tekintjük, ez a közös agrárpolitika 2023 és 2027 között jó a magyar gazdálkodóknak, vagy le kell nyelniük kisebb-nagyobb békákat? Minden támogatás jó, minden támogatásnak örülhet, nem csak egy gazdálkodó, bárki, bármely más vállalkozó, bármely más állampolgár, tehát a támogatásokat, azokat érdemes azért mindig ebből az emzően szemüvegen keresztül nézni. Mindig kérdés persze, hogy mennyire hatékonyan tudjuk ezeket felhasználni, mennyire lesznek ezek a támogatások, mennyire vannak köszönő viszonyban a való élettel is. Azt kell mondjam, hogy az agrárökológiai programban bízom abban, hogy a végül majd az Európai Bizottság által jóváhagyott intézkedések is például jóval életszerűbbek lesznek, mint az előző zöldítésben központilag meghatározott, meglehetősen rugalmatlan szabályok, amelynek egy része viszont, és itt a rossz hír, hogy beépült most már az alapkövetelmények közé, tehát azért mindig látni kell, hogy itt sosem ad az Európai Bizottság, az Európai Unió semmit sem ingyen, tehát hiába szűnt meg a korábbi zöldítés abban a formájában, ezek a kötelezettségek ezen a rész most visszaköszönnek most már az alapkövetelmények teljesítésében, de azért vidékfejlesztési programról, az ottani támogatásokról is el lehet mondani azt, hogy itt is a tagállam nagy részt maga tud dönteni arra, hogy mire használja föl ezeket a forrásokat, ezeket a pénzeket, és például itt a beruházások területén azt látjuk, hogy bizony megújuló energiaforrásokra, illetve bármilyen olyan beruházás, ami az energia intenzivitását, az energia felhasználását csökkenti hosszú távon egy adott gazdaságnak, arra most égető szükség van. Ezek a beruházások, ezek rapid módon sokkal gyorsabban fognak most megtérülni ilyen árviszonyok mellett, másrészt meg végsősorban a környezetvédelemnek, a fenntartatóságnak is jót tesznek, tehát mindenki örülhet, ha ezek a beruházások ezek meg tudnak valósulni, akár támogatással, akár támogatás nélkül. Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, egy bonyolult témát közelítettünk, meg próbáltuk közérthetővé tenni bárki számára, és ebben elévülhetetlen érdemeid voltak. Köszönjük még egyszer! Köszönöm, mindenkinek minden jót. Napot kívánok! Minden jót! Mezei Dáviddal, a Takarékbank és az MKB Bank agrár és uniós kapcsolatokért felelős vezetőjével beszélgettünk a 2023 és 2027 közötti közös agrárpolitikáról, az, hogy mi jár és mi jut a magyar gazdáknak. Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.